Jó estét kívánok, ez itt a Gyöngyös ma, vendégem pedig Kárpáti István Gyöngyös alpolgármestere, aki a Momentum képviselője is. Jó estét, köszöntöm alpolgármester úr. Jó estét kívánok. A Momentumról, Momentum mozgalomról ugye tudni lehet, hogy igen koncentráltan jelen van az Európa Parlamentben is, és hát ugye ebből fakadóan is azért, hogy mi is mikor történik az Európai Unióban, azért a Momentum azért ott van, és azért ők figyelemmel kísérik ugye ezt a dolgot. Ezért gondoltuk azt, hogy ön megfelelő vendég lesz nálunk többek között, és az inflációról beszélgetnénk egy kicsikét. Először azt mondjuk el emberi nyelven, tényleg hétköznapi nyelven, hogy mit is jelent az, hogy infláció. Tehát amikor a hétköznapi ember életéről beszélünk, a mi életünkről beszélünk, hogy mik azok a dolgok, amikben először megérezzük a bőrünkön, hogyha infláció van. Hát tulajdonképpen van egy nagyon egyszerű definíció az inflációnak, amit szerintem nagyjából mindenki tud, hogy az ára folyamatos emelkedése, tehát nem az egyszeri emelkedés tartozik ide, tehát ha egyszer mondjuk január 2-án megemelkedik valaminek az ára, de utána stabil marad, azt nem inflációnak nevezzük, hanem tényleg a folyamatos emelkedést, és aztán ennek van, nyilván vannak kategóriái, hogy attól függően, hogy az árak emelkedése milyen mértékű szokták rangsorolni. Hát most nálunk ugye januárban 7,9%-ot mértek, ugye ez 2007 óta a legmagasabb inflációs ráta Magyarországon. Másképp fogalmazva a kérdésre pedig szokták az inflációt a szegények adójaként is apostrofálni, hiszen valóban minél alacsonyabb valakinek a jövedelme, annál kevésbé képes védekezni az inflációval szemben, és ráadásul hát legalábbis az elmúlt pár hónap ezt mutatja, hogy pont azon termékek ára emelkedik nagyon jelentősen, amely termékek egyébként a szegényebbek, alacsonyabb jövedelműek fogyasztói kosarában magasabb arányban vannak, mint átlagosan. Ugye ezt halljuk mindenhonnan, hogy az infláció az üzemanyag és az energiaárakból indult el a világban igazán, és hát ugye sajnos ez épp elég is, mert hogy innentől kezdve majdnem minden szegmensbe be is fog férkőzni, hiszen tudjuk, hogy ha üzemanyag ára emelkedik, akkor az szépen lassan, de biztosan minden egyéb más termék és szolgáltatás árát is ugye magához és magával vonza. Miért pont az üzemanyag és az energiaárak szálltak el először? Hát én úgy látom egyébként, hozzáteszem, hogy nem vagyok közgazdász, de úgy látom, hogy azért nem kizárólag az üzemanyagáraktól indult el. Ugye volt a Covid időszak alatt nagy leállások, a termelésláncok megszakadtak, aztán hirtelen ismét megnőtt a kereslet nagyon sok minden iránt, és valóban nem csak az üzemanyagok, hanem egyéb nyersanyagok ára is hirtelen emelkedésnek indult, de az élelmiszerek is akár. És ebben még egyéb más nem feltétlen reálgazdasági tényezők is szerepet játszottak, hanem tényleg pénzügypolitikai lépések, ami ide vezethetett. Mi az oka, hogy Magyarországon ennyire magas az infláció? Hát nyilvánvalóan el kell gondolkozni, mert az Európai Unió országai közül az utóbbi hónapokban rendre Magyarországon vagy a legmagasabb az inflációs ráta, vagy az élmezőnyben vagyunk. Most januárban az ötödikek voltunk, ami nem túlságosan jó, szóval nyilvánvalóan én azt gondolom, van egy magyar specifikus tényező is. Hát az elmúlt években ugye a jegybank az egy nagyon laza politikát folytatott, nagyon alacsony volt a kamat, a forint először még csak gyengülgetett, és amikor jött a válság, akkor megtaláltak minket. És tavaly ugye a jegybank, Matolcsi változtatott, lépett, a kormányt is bírálja már keményen, tényleg hónapok óta, kamatot emel. De ez egyébként milyen hatással lehet most éppen kampányidőszakban az emberekre? Tehát, hogy lehet, hogy valaki ezt észreveszi, és azt gondolja, hogy hát azért itt mégis egy olyan jelenségről beszélünk, ami megbontja a kormánynak az egységét. Ezt lehet ezt mondani? Hát igen, tulajdonképpen a jegybank az elvileg ugye független a kormánytól, ugye ez a jegybank törvény ezt rögzíti, de hát valóban korábban Matolcsi rendszeresen fellépett a különböző olyan rendezvényeken, ahol a kormányfő vagy a pénzügyminiszter is ott volt, és tényleg szimbolikus, mostanában már nem. Tehát ez látszik a különbséget. Hónapok óta, tavaly tavasszal kezdődött a vita, amikor hosszú cikkekben bírálta a kormányt, és aztán ezt folytatta, mert hát jegybank hiába szigorít, ugye elvileg minél magasabb a kamat, az annál inkább visszafogja az inflációt, legalábbis ilyen hatása van, de hogyha a kormány közben tényleg úgy szórja a pénzt, mintha holnap jönne az Armageddon, tehát hogy fel kell élni mindent, ugye tavaly 5000 milliárd forint volt az államháztartási hiány, és nem csappant, nem lankadta a költekezési kedve a kormánynak, ami mindenképpen egy inflatórikus hatású. Szóval itt van egyrészt egy szigorú pénzügypolitikai tényező, másrészt pedig én azt látom, hogy van egy pszichológiai tényező is már, hogy nem
tűnik úgy, hogy a kormánynak alapvető célja lenne az infláció visszaszorítása. Igen, azt szerettem is kérdezni, hogy mennyire jók ezek a mostani lépések, amiket ugye a kormány tesz. Ugye nyilván egyrésztről mindenki örül annak, hogyha visszakapja az adójának egy részét, illetve egyéb olyan gazdasági intézkedést hoz a kormány, ami neki plusz pénzt jelent, de hogy mennyire okos az államháztartás szempontjából, és főleg a ismert inflációs tényezők mellett mennyire jó ez a stratégia? Hát az én személyes véleményem az, hogy a kormányzat gyakorlatilag gyerekként kezeli a társadalom egy jelentős részét. Tehát azzal, hogy választás előtt egy-két hónappal tényleg egy nem rendszer szintű, hanem egyszeri juttatásokat adnak, miközben az nyilvánvaló mindenki számára, hogy az infláció miatt emelkednek az árak, az áfa révén nyilvánvaló vissza fog jönni egy rész a kormányzathoz. De a másik dolog, mondom, talán még fontosabb, hogy ha nem hisszük el a kormányzatról, hogy az infláció letörése a célja, ha mi avval számolunk, hogy a jövőben magas lesz az infláció, akkor ezeket a várakozásainkat beépítjük a jelenbeli döntéseinkbe is. Tehát magas béremelés harcolunk ki, a vállalkozó díjat emel, és ez már önmagában is gerjeszti az inflációt. Szóval mindenképpen az első számú dolog annak kéne lennie, hogy olyan kormányzat, amiről elhiszik az emberek, hogy ő tényleg az infláció ellen van, azt le akarja szorítani. A polgármester úrnak köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Önöket pedig arra kérem, hogy maradjanak, mindjárt folytatjuk, környezetvédelemmel folytatjuk a műsort. És ahogy ígértem, már itt is vagyunk. Vendégem dr. Szemes Paula, környezetvédelmi főelőadó. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm. Évről évre megfigyelhető tényleg egy olyan tendencia a város életében, hogy tényleg évről évre egyre aprólékosabb és egyre kidolgozottabb környezetvédelmi programmal készül a város. Ugye idén is azért sok minden fog történni. Többek között 10 millió forint lesz mondjuk faültetésre. Mit lehet erről tudni? Nagyjából mikor konkretizálódik ez a program? Lehet-e már tudni esetleg, hogy hány darab fáról lesz szó? És a területek azokat meg lehet-e már jelölni, hogy hova kerülnek majd kiültetésre a fák? A városnak van egy környezetvédelmi programja, ami hát jó pár évvel ezelőtt lett elfogadva, de nyilván folyamatosan aktualizáljuk. És ennek a környezetvédelmi programnak van 2 éves feladatterve, azért, hogy ne csak az általános elveknél maradjunk meg, hanem a költségvetéssel összhangban találjuk meg azokat a konkrét feladatokat, aminek a végrehajtását akár számszerűsíteni is lehet, kézzelfogható eredménye lesz, és gyakorlatilag hát számon is kérhető, meg be is számolhatunk róla. A most következő képviselőtestületi ülésen az 22-23 évi feladatterv kerül elfogadásra, illetve hát remélem, hogy el fogják fogadni. Gyakorlatilag ennek egy kiemelt feladata a 10 millió forintos faültetés, aminek a költség helye úgy jön össze, hogy 5 millió forint a 2022-es költségvetési tervben szerepel javaslatként természetesen. És ez egy hosszabb folyamat tulajdonképpen. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyszerre megérkezik 10 milliónyi fa, és akkor ezt kiültetik a városban, hanem a következő 2 évben akkor ez egy folyamatos dolog. A következő 2 évben én reménykedem, hogy idén ez megvalósul, és akkor hát, ha a jövőre még szintén sikerül valamilyen költségforrást találni rá. 5 millió forint pedig a környezetvédelmi alap maradvány pénzéből, tehát gyakorlatilag így jönne össze ez a 10 millió forint. Az elmúlt években sajnos nagyon sok fát kellett kivágni, azért, mert öregek voltak, korhadtak voltak, betegek voltak, és gyakorlatilag olyan űr keletkezett a zöld részén a városnak, amit feltétlenül pótolni kell. Próbálkoztunk, többször is elhatároztuk, hogy fasorokat telepítünk, de ez soha nem úgy jött össze, ahogy elterveztük, tehát konkrét helyek nincsenek, nagyon sok üres fahely van, tehát bőven van hova fát ültetni. A konkrét helyét majd akkor fogjuk meghatározni, amikor már tudni fogjuk, hogy pontosan hány fa fér bele ebbe a keretbe, ugyanis hát az ára az mindig a piactól függ, és akkor tavaly ráadásul egyszerűen fa hiány volt, tehát nem tudtunk fát beszerezni. Nyilván örömmel vesszük, hogyha a lakók jelzik, hogy hol vannak olyan helyek, ahol hiányzik fa, vagy ahol nagyon jó lenne. Hát az annál is inkább fontos, mert a klímaváltozás, ugye hát tudjuk, az fogja túlélni, akinek minél több zöldje van, tehát az akkommodáció mindenféleképpen igényli a minél több fát. Vannak olyan
fatípusok, úgymond, amiket el kell már vetni, mert a egyre változó klímakörülmények között esetleg már nem olyan az életfeltételei, hogy biztonsággal életben maradhasson? Hát nyilván olyan fákat kell elültetni, ami a gyöngyösi klíma, és hát egy kicsit ugye előre gondolva a klímaváltozás feltételeinek is megfelel. Mindenféleképpen őshonos és olyan fák kerülnek elültetésre, nem olyan nagy a paletta, de hát ezt a szakemberek majd pontosan meg fogják határozni. A környezetvédelmi programnak sok szegmense van, ugye ez a faültetés, ez egy nagyon kedves és barátságos dolog, de itt vannak azért sokkal súlyosabb témák is, mint például az illegális szemétlerakóhelyek kérdése. Azért az elmúlt időszakban ugye a gyöngyösi városrendészet is ugye egy óriási eredményt ért el, tehát azért a többségét sikerült felszámolni ezeknek az illegális szemétlerakó telepeknek, azonban sajnálatosan ugye az látszik, hogy ha egyet-kettőt felszámolnak, akkor tulajdonképpen utána jelennek meg ugyanúgy újak, csak egy másik helyen, és idő is kérdése, hogy mikor fedezzük fel a következő létrejött illegális szemétlerakó telepet. Hogy látja ezt a helyzetet? Milyen harc? Ez nem tűnik ez egy picit szélmalom harcnak ez a jelenség? És hogy mi lehet az a legfőbb dolog, ami motiválja az embereket abban, hogy ne legálisan helyezzék el és vigyék ki a szemetet, vigyék el a szemetet, hanem ilyen illegális telepeket vegyenek igénybe? Hát az illegális szemetelőknek a motivációját sajnos nekem még nem sikerült megfejtenem, mert egyszerűen nem tudok olyan fejjel gondolkodni, hogy mi készteti valakit arra, hogy a patakmederbe, a közterületre, az útszélére, a nem tudom hova, a kékestetőnek a csúcsára fölvigye a sparhetet. Tehát nem, egyszerűen nincs válasz erre a kérdésre, nem tudom. Megvannak gyöngyösen azok a helyek, ahol állandó jelleggel újra képződik az illegális hulladéklerakás, vagy lerakók száma, a Patakmeder, és hát ez is kiemelten az északnyugati városrész. Ott az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság, mint patakfönntartó, gyakorlatilag évente komoly összegeket fordít, meg hatalmas munkát fektet abban, hogy a patakmeder tiszta legyen, és ez tart egy napig, két napig, három napig, és utána olyan, mintha soha nem tisztítottuk volna meg a patakmedret. Nagyjából az látszik a lerakott hulladéknak a összetételében, hogy ezek milyen típusú dolgok, tehát hogy ez egy háztartási szemét lehet folyamatosan, vagy esetleg lehet-e azt látni mondjuk egy ilyen illegális lerakótelep esetében, hogy mondjuk ez ilyen ipari hulladék? Nem ipari hulladék, ipari hulladék egyáltalán nem jellemző, hogy illegális hulladékén megjelenne, vagy elhagyott hulladékén megjelenne, kifejezetten háztartási hulladék, illetve inert, tehát építési, bontási hulladék, vegyesen. Ténylegesen hatalmas pénzösszegeket költ az önkormányzat, nagyon-nagyon sok munkát fektetünk bele. Tavaly a Tisztítsuk meg a Magyarországot keretén belül viszonylag nagy pénzösszeg lett erre fordítva, és tényleg úgy tűnt, hogy tisztaság van és rend van, sajnos nem tartott sokáig. A külterületi utak, a földutak mentén, a garázsok környéke szintén olyan kritikus hely, ahol újra és újra termelődnek ezek a hulladéklerakások, és gyakorlatilag most egyet tudunk tenni, amióta megalakult a kormányhivatal keretében a hulladékgazdálkodási osztály. És olyan felhatalmazásuk van, hogy tényleg tudnak menni, bírságolni, kötelezni. Azóta talán a felderítés az jobban megy. A közterületfelügyelet nagyon nagy dicséretet érdemel, mert ténylegesen nagyon sok hulladéklerakót felfedeztek. Egy-két esetben sikerül a hulladék eredeti tulajdonosát is beazonosítani, és ilyenkor gyakorlatilag tiszta az ügy, mert a kormányhivatal teszi a dolgát. Nagyon remélem, hogy hamarosan tudjuk majd innen folytatni, azonban most lejár sajnos az időnk. Köszönöm szépen dr. Szemes Paulának, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Önöknek köszönöm. Pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra.